tehát az mindenképpen a pozitív rész, hogy egy ilyen nagy egyesületről van szó, nagy múltú egyesületről, egy saját nemzetem belivel dolgozhatok együtt, újabb Paria rövid idő alatt is nagyon szép eredményeket ért el a Hertával, a válogatottal, a pályázatot is nagyon jól ismerem, tehát szerintem egy könnyű beilleszkedés lesz, és hát mindenképpen büszke vagyok arra, hogy még egyszer egy ilyen egyesülethez kerülhettem. Milyen célokat fogalmaztatok meg, gondolom beszéltetek már valamennyit erről is? Hát a célokról, a Palival nagyon röviden beszéltem még miután ugye a válogatottnál a selejtező mérkőzések után kerestük egymást, és akkor csak röviden beszéltünk az első találkozásról, ami holnap lesz este, és hát szerintem a felkészülés elindulásával biztos, hogy lesz erre is itt, hogy az ember megfogalmazza, hogy mit várunk egymástól, ő mit vár tőlem, mit vár a kapusoktól, ez gondolom a elkövetkezendő napokba fog terítékre kerülni. Másabb lesz a munka, mint Hoffenheimben? Ugye te is mondtad, hogy ez egy nagyobb egyesület, nagyobb múlttal, jobban szem előtt van. Én szerintem maga a tartalmi része az nem lesz más, hiszen ugyanaz lesz a feladatom, a kapusokat kell fölkészíteni erre a színvonalra, fiatal kapusokat a profi csapathoz vezetni, tehát olyan különbség a feladat között nem lesz, hát a körítés az más, az egyértelmű. Nyilvánvalóan szóba fog kerülni az is, hogy Dárdai Pál esetleg a válogatotthoz eljön majd kétszer két hétre. Mit mondasz, hogyha ez szóba kerül? Az én helyzetemben nehéz erre válaszolni. Szerintem egy kompromisszumot kellene keresni, mert ez csak egy rövid időről van szó. Ezután a négy meccs után az nehézen elképzelhető, hogy ez egy hosszabb távon működő dolog legyen, de pont a helyzet aktualitásánál, hogy is mondjam, ennek a nagy lehetőségnek a kapuja előtt, én úgy gondolom, hogy a kompromisszumot kellene keresni. A nagy lehetőségre arra gondolok, hogy ugye a válogatottnak egy nagyon jó pozícióba várhatja ezt a négy meccset, és ezután úgy is eldől, hogy melyik irányba megy a válogatott sorsa, és én azért gondoltam, hogy talán egy kompromisszum mind a három félnek megfelelő megoldás lehetne. Ugye szóba került az is, hogy esetleg magyar kapussal is dolgozhatsz együtt. Mennyire szorgalmazod azt, hogy akár egy magyar kapus kerüljön oda? Független attól, hogy az ember milyen nemzetiségű, itt hiszem a képességek és a felkészültség dönti el, hogy ki kerülhet ide. Most a Hertánál 5 kapus is van. Én szerintem most nehéz erre úgy válaszolni, hogy ez ennek aktualitása legyen, hiszen mondom, 5 kapus van a keretben, és értem, előtte mindenképpen helyeket kell felszabadítani, hogyha egyáltalán egy igazolás esetleg előtérbe kerülhet.